hallhatatlanul durva ez a szignál. 8 óra után vagyunk. 8 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát még mindig nagyon szeretjük. Ezt még mindig nagyon szeretjük. És csúcs. Teljesen jó. Történtek kísérletek, ugye? A igen, azok nem lettek annyira jók. Az más, más. Azok nem lettek annyira jók. Ez még mindig nagyon durva. M5-ös 82-es Kavics 3-as baleset Szeged felé. Köszönjük, vigyázzatok egymásra. Imádnivaló ez a szignál. Eldobom az agyam, kapjuk közben az SMS-eket. És azt nézem, hogy csak így ezt is. Azt is olvasok, megpörült egy autó, tovább ment az M7-esen. M1-es autópálya tatai lehajt előtt a város irányába, rendőrök az út szélén. Köszönjük szépen. 0-23-111-111 az SMS számunk. Ha láttok, tapasztaltok valamit, akkor írjatok. Nagy a szél oda ki? Nagyon nagy. Kapaszkodtam a korlátba kávé. Hát úgy fogtuk a lábát kettős üllen. Igen. Tudod, ahogy fölkapott a szél. Igen, és löktek lefele. Jó. Most ne hozzuk fel azt, hogy ki ölt meg kit. Hagyjuk már. Viszont a kávénk nagyon finom. Köszönjük szépen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Gyertek, hát gyújtatok, értetek a hétvégén. Kinek, ki nem hogy köszönted meg, hogy nem mondjunk konkrétumot? Mit mondtál? Augusztusos Dolcsinak. Augusztusos Dolcsinak nagyon szépen köszönjük. Dolcse bácsinak köszönjük, nagyon aranyos volt, úgyhogy nagyon drága küldött nekünk. És mindenféle ilyen, mi ez, kapszula, vagy patron? Vagy az kapszula. Azt is küldött, úgyhogy tényleg nagyon drágák. Levelet is írtak, amit nem olvastam el, csak láttam a borítékot, de nagyon szépen köszönjük, tényleg nagyon drágák, úgyhogy olyan aranyosak. Ahogy én köszönök meg, úgy nem köszönöm meg senki. Érezted az átjövő szeretetet, hálát, együttérzést, ami jött ebből? Biztos, hogy félreértés volt, hogy Balázsnak ez volt ráírva. De képzeld, tényleg. Balázs volt szeretetet, szerintem biztos, hogy félreértés volt. És látod, milyen ember, hogy nem viszi haza? Én sohasem. Pedig ezt ő kapta. Soha semmi, gyerekek. Én mindig azon gondolkozom, hogy hagyjuk itt, és éljük meg közösen. Én nem akarok semmit hazavinni. Hát van már egy nagy hazavivőnk, hát most minden már kettő lenne, érted? Hát vigyem el a kapszulákat a kocsim csomagtartójába, meg kaptam. Tehát az annyira trélemmel, ígyük meg közösen, itt van, dobjátok be a közösbe, aztán hadd szóljon, nem? Hát most Viki egyébként kapszulázik otthon, de nem akarom elvinni. Ezt nem egy dobozt nem vettem ki belőle, ezt együtt kaptuk, együtt isszuk. Meg nem is ez a méret van nektek otthon, nem? Azt nem tudom. De azért, szerintem de hazavihette volna Buszti bácsit is. Ez igaz. De hát tudjuk, hogy a manuális készsége. Tehát ezzel a bögrével még így elbívelődik, ha már benne van a kávé, de hát ezt most a gépet elindítani. Na hát. Most döntettem volna úgy, hogy hazaviszek egy 4-5 dobozt, érted, és megörvendeztetem az én drágok és feleségem, de azt mondtam, hogy inkább nektek közösen. Inkább ne örüljön. Gyerekek építsenek meg a piramist. Hát, vegyük meg együtt, megveszük, amit kaptunk, nem, ezért eltarhálom haza, érted, nem? Hát, jogos. Jani így is hazavitt egy 8-10 dobozzal, hát mi maradna? Na most már az értem, majd lesz hozzá gépem is egyszer, ha már ezt megunjuk. Mire oda mentem, hogy elolvassam a nekem szóló levelet, már félig üres volt a doboz, érted? És már láttam, hogy sétál itt az után, és húzza maga után az 50 kiló kapszulát. Hát kétszer kellett fordulnom, hát most na. Hát persze, most meg én is elvinném, képzeld el, hogy mi lenne. Környes Oroslány között szakaszon két autó és egy kamion ütközött, óriási a dugó, Kecskemét fele lehet kerülni. Ími, köszönjük szépen. Na, segítsetek nekem, ti biztos okosabbak vagytok fizikából, igen, kémiából, biológiából. Igen, kérdezz nyugodtan. Na, kérdezek akkor egy kicsit. Na, jó, kérdezek egy kicsit. Mert hogy ugye nagyon sok mindennel ijesztgetnek bennünket itt, hogy mi várható a következő 20-30 évben. Felmelegedés, globális felmelegedés, az állatok kihalása. Nekünk 30 szülinap Feri. Vagy valami, annyi már nincs, nem. Vagy valamiféle aszteroida, ami megérkezik. Vagy jön valami földrengés, vagy cunami, tehát mindig ijesztgetnek bennünket, és most felütötte a fejét egy újabb ijesztgetés. De hát, ha ti ezt el tudjátok nekem magyarázni, hogy mit jelent. Ha nem, akkor felhívom az én kis kedves csillagászomat, aki majd elmondja. Küszöbön a föld pólus váltása ijesztgetnek bennünket a tudósok, ha még nem lenne elég az ökoszorongás, a mind meghalunk, az elfogy az ivóvíz, a globális felmelegedés, az erdőtüzek, a kihalnak a bálák, tehát én már annyira ökoszorongok, hogy már minden nap nagyon ökoszorongok. De hogy külföld egyenlő csak külföldön. Küszöbön a föld pólus váltása, és Magyarországon ennek később lesz pólus váltás. Ja, katasztrofális következményei lehetnek. Jaj, ne ijeszgess! Pólusváltás, allévállás, sopmárkválás, kökiváltás. Mit jelent ez, hogy egyre több tudós úgy gondolja, hogy az északi és a déli pólus megcserélődik? Maga a nagyon mágneses mező, az felcserélődik, látványosan változik, ugye ez egy folyamat. Most itt nem arról van szó, hogy az Arktisz és az Antarktiszi rész helyet cserél, és egyszer csak fejen állva jövünk majd be a munkába. Aha. Vagy ha azt mondom, hogy el akarok menni, nem tudom, Kanadába, akkor lefele kell elindulnom. Ha nem, várj, kitalálom. Na, mit az, jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a Dunának például a Fekete-erdőben lesz a torkolata. Így van. A hülye.
Na, a fekete egyen, erdőben lesz a torkolata, és a, honnan? És a fekete tengerből ered majd a Duna. Honnan ez a bámulatos tudás? Ugye? Honnan ez a nagyszerű tájékozottság? Nézd, Brassó utcai általános iskola. Hello. Na most ugye ez az... Annyit tudok, hogy ez az északi mágneses pólus, ez nem összekeverendő egyébként a nem. Nem, az északi sarkkal nem keverendő. A földrajzi északi pólusa. Igen. És azt tudom, hogy körülbelül 2000-2500 méteren, mit tudom én, van egy ilyen folyékony massza. Nem oda lentben? Nem. Oda nem Felipe massza. Ez ott úgy vándorol, mozog, tolódik 40-50 kilométert az elmúlt pár száz évben, elment valamerre. De mit jelent, hogy ez egyszer csak felcserélődik? Tessék, Vadó János jöjjön ki a táblához, 2 perc alatt feleljen nekem rajta. Földrajzból, nézzük, hogy tövette át tegnap a tananyagot. Én beteg voltam, tanárnő. Na. És az osztálytársaim nem adták át a leckét. Rákoszínű, segítsen ki Vadon bajtársat ebben a harcias pillanatban. Tanár úr, disznóvágás volt tegnap, hoztam magának kóstolót, meg pálinkát is. Meg. Ez nálam már egy 4-es. Szóval fingotok nincs. Hülyék vagytok, mint a belső mag. Szaszok. Érted? Külső köpeny, az igen? A szilárd, azon lakunk mi. Igen. Belül a mag. Van ez az izzó mágneses magma jellegű vas törmelék. Ez öcsém, ez belül megfordul. A főlől maga van ez le. A vasmag. Igen. Ez elindul igen. Föntről, mit tudom én, 3000 kilométer mélyről, és szépen lecsurog alulra. Igen. Így van, és megcserélődik a mágneses. De miért rossz ez nekünk, hogy mi történik 3000 méter mélyen? Nincs elég bajunk a felszínen? Most még szorongjak azon is, hogy mi történik 3000 méter mélyen? Miért nem hagynak már békén ezek a tudományos képviselők? Hát annyi mindenen szorongunk, mi felnőttek. Igen. Már ökoszoronganak, mint karmasz gyerekeink, akik pontosan átélik, hogy a szülők tök hülyék, és halálítélték az egész bolygót. Most még szorongjak azon, hogy mi történik 3000 méter mélyen? Igen. Nem elég, amint szorongunk? De nem csak 3000 méter, azt fönn is érzed. Na de mit fogok érezni fel? Az összes madár és meg kell kapaszkodnom. Igen, az igen? Összes madár, aki például a mágneses mezők alapján megy, az majd fordítva fog közlekedni. Visszafele repül. Télen lesz gólyánk. Az azért nem. Érted? Hát... Na, mit csinál a gólya télen? Uh-huh. Most azt mondják, de... aha. Tehát, hogy ja, Afrikából... Te egyébként tök igazad van. Afrikából látok majd hátrafelé repülő gólyákat. Igen, hátrafelé. Így van. 2,6 milliárd év alatt a mágneses mező állítólag már 10-szer megfordult. Na. Akkor meg most mit renyálunk? Itt vagyunk. És 780 ezer évvel ezelőtt történt az utolsó, ennyit tudok. Ami azt jelenti, hogy időszerű, hogy ez most újra megforduljon. De az nincs benne egyik cikkben sem, hogy oké, értem, na most akkor adjatok egy kis muníciót a szorongásomhoz, mondjátok el nekem, hogy mit okoz ez majd, mert értem, hogy halálra rémizgettek bennünket, meg a gyerekenket, meg minden, én ezt értem. Mi történik a felszínen, ha mondjuk ez megfordul? A gólyák holnap úgy ébredek, hogy megfordul. Baj, igen? De gondold el, hogy az összes iránytű, ami kékre, pirosra van festve, az most átfordul, azt át kell festeni az összeset. Hát, te nem vagy... Éppen. Na jó, kérjük egy kis segítséget. Jó, üljetek le. Jó, Vadon kolléga, üljön le. Én még nem hevertem ki. Vegye ki a szocsát a szájában, nyissa ki a földrajzkönyvet a 43. oldalon, és figyeljen. Jó, most akkor hívunk egy tanársegédet. Rákóczi úr, maga tegye be a disznót a csomagtartóba, a 4-es megvan. A 4-es meg tudom adni, de maga is üljön le. Vadon úr maga rakja vissza a krétát a zsebéből a tábla ellen. Igen, a szivacsot ne lopjuk el. Szivacsot se. A sirálypapírt tegye vissza a hátizsákjából. És az az én szemüvegem. És akkor megkérdezzük Zábori Balázsunkat tényleg, ami csillagász. Aki mindig segít nekünk ezekben, mert mi azért érdeklődünk a tudomány iránt, még ha egy kapacitásaink végesek is, de hát ha segít egy kicsit megérteni, oké, értem, megfordul, szorongok már eléggé, köszönöm. Mit okoz ez a hétköznapi életben, ha mondjuk 780 ezer év után ez újra megfordul? Igen, ha nem szarkalábakat, akkor Balázs nyilván nem aggódik. Így van. Itt van velünk Balázs, Zábori Balázs csillagász. Hello Balázs, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Jó reggel. Figyelj, segíts nekünk egy kicsit, értjük ezt a... Ezt nem, a fajt, nem értjük. Nem. Jó, szóval nem azt tudom, hogy ez nem összekeverendő az északi pólussal földrajzilag, meg a déli pólussal. Ez nem ott van ez a két mágneses mező, ugye? Ez nagyon nem, ez nagyon-nagyon nem ott, hogy a földrajzi északi pólus, az ugye a föld, mint egy gömb, nek a közép, az északi középpontja úgy tetszik, de a mágneses északi pólus azt a mágneses mező határozza meg, és bizony ez a mágneses mező, ez mozog, vándorol, egész sokat mozog, tehát az északi pólus az egy éven belül is elmegy, több centit megy odébb,
ami azt jelenti, hogy jövőre már nem ugyanoda fog mutatni az iránytű, mint ahova most mutat, és ez a folyamat ez az utóbbi időszakban felgyorsult, ami szintén utalhat arra, hogy hamarosan készül a bolygó egy pólus cserére. Az oké, de ez egy ilyen 3000 kilométerrel a Föld alatt, úgy képzeljem el, hogy egy ilyen folyékony vasmagma ott hömpölyök, jön, megy, mint egy keltészta dagad erre-arra, és mint a higanyi csapódik ide-oda 50-100 kilométert arrébb? Így van, így van. A Föld belsejében olvadt anyag van, tekintve, hogy sugárzás, tehát tulajdonképpen radioaktív anyagok bomlásából származik a hő, ami ezt olvadtan tudja hajtani, és ennek hatására áramlások indulnak meg, és ugye az áramlás, mivel töltött részecskéket tartalmaz, a töltött részecskék áramlása pedig mágneses mezőt kelt. Most ez így ijesztőnek hangzik, de enélkül nem lenne élet a Földön. A mágneses mező tartja az életet biztonságban a Földön, megvéd bennünket a kozmikus sugárzástól, és megvédi a bolygónk légkörét a saját napunknak, a szeléttől, a napszéltől. Ha nem lenne a mágneses mező, akkor az történne, mint a Marson, hogy a nap képes lenne a sugárzása elfújni a bolygó légkörét. Néhány száz év alatt elbontaná a bolygó légkörét, a bolygó körüli gázrészecskéket elfújná, és a Földnek nem lenne többé légköre sem. Hát valamikor a Marsnak is volt, akkor ezek szerint hasonló, nem? És ez volt, csak felszívódott, megkeményedett, megkövült, eltűnt? Igen, úgy néz ki, hogy a Marsnak a belső folyamatai, amik a Marsnak is a kezdetén kellett, hogy legyen olvat magi, ez az olvat mag, ez megszilárdult. És így, mint megszilárdult, megszűnt a forrása a mágneses mezőnek, a mágneses mező megszűnt teljesen, és ha volt is légköre, akkor az teljesen eltűnt mára. És egy nagyon úgy néz ki, hogy a Mars az egy jó, nagyon jó rossz példa, hogy mi történhet egy bolygóval, mennyire lakhatatlanná válhat, hogyha a mágneses mezejét elveszti. Na de most még nem erre készülünk, csak hogy helyet cserél. Mit okoz majd ez a Földön? Az állatvilágban, az embereknél, a műszereknél? Nagyon, tudjuk ezt? Nagyon jó kérdés. A kérdés azért nagyon jó, mert egyrészt pontosan nem tudjuk leírni tökéletesen a folyamatot, ami a Föld belsejében zajlik, ezért nem tudjuk, hogy ez a pólusváltás mennyi idő alatt milyen folyamatként fog lezajlani, tehát 10 év, 100 év, 1000 év, 2000 év? Nem mindegy, hogyha a mágneses mező egyik évről a másikra hirtelen kezd nagyon gyorsan változni, gyengülni, ingadozni, vagy ha csak 100 éves távlatban fog fokozatosan lassulni, változni ez a folyamat. Ez az első nagy kérdés. Mert tegyük fel, hogy a legrosszabb eset áll elő, néhány év alatt is gyorsan változik a mágneses mező. Akkor ugye tulajdonképpen az történik, hogy nem összeomlik a mágneses mező, hanem kaotikus lett. Bizonyos helyeken erősödik, máshol gyengül, az iránytű nem biztos, hogy tudja, hogy merre kell mutatnia, és ennek sok következménye van, ugyanis olyan következménye lehetnek például, hogy lesznek régiók, ahol a kozmikus sugárzás egészen komoly mértéket ölthet már repülési magasságokon is, mert ott éppen van egy luk a mágneses mezőben, ahol nem véd bennünket. Egyébként ilyen anomália már van. Ezt úgy hívják, hogy dél-atlanti anomália, a Dél-Amerika partjai fölött van egy régió, ami tiltott repülési övezet, mert ott olyan erős a sugárzás, mivel ott van egy luk a mágneses mezőben már. Akkor az leér az a sugárzás a Földre? Tehát ez a kozmikus sugárzás, ez... Igen, a kozmikus sugárzás mindenképpen leér a Földre, most is leér, amihez alkalmazkodtunk. Viszont, hogyha a mágneses mező legyengül egy adott ponton, akkor sokkal intenzívebb sugárzás jut le a Földre, vagy adott magasságokba, és ez a dél-atlanti anomália, ez egy olyan terület, ahol a mágneses mezőben van egy gyengülés, egy luk, ahol a repülőgépek magasságáig a mágneses mező beengedi az erős sugárzást. Vagyis 10-12 kilométeren több nagyságrenddel nagyobb a sugárzás, mint amúgy bárhol máshol, ahol repülőn utazhat. Csak ott nem is lehet repülni, mert hogy az káros az emberre is. Így, és el is kerülik a légitársaságok, el is kerülik ezt a régiót. Na most képzeljük el azt, hogyha a Földön nem csak egy ilyen anomália lesz, hanem több száz, több ezer, hirtelen nem marad olyan régió, ahol a repülőgép biztonságosan utazhat. És ez csak egy következmény. Azért a repülőgépipart a Földre kényszeríteni az egy igen komoly dolog lenne. Tehát mondjuk eltűnne a repülés, vagy bizonyos mondjuk helyek... eltűnhet a repülés, igen. Hát a nagy kockázatot jelentene. Tehát mondhatnánk azt, hogy oké, hát hogyha vállalod a sugárzást, akkor repülhetsz. De nem hiszem, hogy ezt sokan vállalnák. És ez csak egy a sok közül, tekintve, hogy a mágneses mező ingadozása a mágneses viharokat von maga után, vagyis ez azt jelenti, hogy olyan régiókba is beengedi a sugárzást, ahol mondjuk telekommunikációs műholdek vannak, amik eddig biztonságban voltak, de többé nem lesznek biztonságban. Kieshetnek a műholdhálózatok, GPS műholdak hibásodhatnak meg gyakran, áramok indukálódhatnak elektromos hálózatokban, a Föld felszínén is az ingadozások hatására, vagyis rendszeressé válnának az áramszünetek, az áramkimaradások. Ez megérhető.
Mi lesz Lajcsival? Ó, igen. Szegény Lajcsi. Más zsákmány után kell nézni. Igen. És akkor a déli meg átmegy éjszakra? Tehát délen is van egy ugyanilyen 3000 kilométeren mozgó vas tömeg lent, lágy formában? Igen, ezt úgy tudjátok elkezdeni, hogy a Föld belsejében tulajdonképpen a középponti mag körül egy külsőbb régióban körbeáramlik az anyag. És ez az anyag ez egyetlen egy nagy áramlást generál a Föld belsejében, ami egy mágneses pólust hoz létre éjszakon, meg délen. Tehát van egy nagy áramlás a Földben, és ebből lesz egy nagy mágnes, a Föld maga egy gigantikus mágnes. A szegény állatok azok teljesen meg fognak zavarodni. Teljesen. Egyébként az élővilág a másik nagy kárvalót jelnek. Tehát nagyon sok élő lény a mágneses mező alapján tájékozódik egy beépített biológiai szenzorika alapján. Na most onnantól kezdve, hogyha mágneses mező összeomlik, akkor szerintem voltak is ilyen sci-fi filmek, hogy hirtelen azt játszották el a sci-fi film alkotói, hogy a madarak nekirepülnek a falaknak, meg rátok zuhannak. Most nyilván nem ennyire drasztikus, de mondjuk például a madarak vándorlását, egyes élőlények tengeri vándorlását teljes mértékben megzavarhatja, vagyis az élővilág is komolyan felborulhat. De ha ez hosszabb lefolyású, tehát több száz éves adott esetben, akkor ezt ők meg tudják szokni, hozzá tudnak igazolni? Biztos, ugye most az élővilágot, az ne felejtsük, hogy ez a folyamat ez bekövetkezett már rendszeresen a Föld történetében, és mindannyiszor az élővilág kibírta. Tehát ehhez az élőlények tudnak és fognak is alkalmazkodni. Egy dolog, ami még nem volt a Föld történetében, sosem volt még technológiai civilizáció, aki ezt kibírta volna, és az a nagy kérdés, hogy az emberi civilizáció hogyan fog ehhez alkalmazkodni. Mármint, hogy voltak civilizációk a pólusváltás alatt, csak nem technológiai civilizáció, tehát ők könnyebben átálltak. Nem volt áram. Nem, hát olyan régen történtek pólusváltások, hogy akkor még nem voltak civilizációk, pláne nem technológiai civilizációk. 700 ezer évvel, akkor még nem volt, 700 ezer évvel ezelőtt történt az utolsó nagyjából. Hát voltak már akkor is, ugye ez ember 3 millió éve mászott le a fáról, tehát mondjuk lehet, hogy valami ősünk már kopácsolt valahol, de hát mondjuk azt még tekintsük az élővilág részének, hogy egy fadarabot ütöget egy másikkal. De aztán technológiai civilizáció az sosem létezett még egy pólusváltás alatt, vagyis hogy fogjuk kibírni a modern ember, a modernkori civilizációnk, amikor függünk mindentől, ami a kezünkben van, mobil, GPS, internet, ha nem jön be most azonnal a Facebook, akkor annyi volt. Ne! Most akartam kirakni egy posztot az Instán. Dolgoznak ezen tudósok, okos emberek, hogy ezt túl lehessen élni? Az az igazság, hogy amin dolgozunk, amin a tudósok dolgoznak, hogy megértsük ezt a folyamatot a Föld belsejében, és legalább képesek legyünk valahogy előrejelezni, hogy hogy fog zajlani a folyamat, és ezzel párhuzamosan mérnöki megoldásokat kidolgozni, hogy legalább az alapvető infrastruktúrákat hogy lehet jobban megvédeni ezek ellen a geomágneses viharok és változások ellen. De magát a folyamatot befolyásolni nem fogjuk tudni, hát a bolygót képtelenek vagyunk megváltoztatni. Egyébként abban lehet reménykedni, hogy ha lassan indul be a folyamat, több ezer év, és még néhány ezer évünk van, akkor egy ezer év múlva már elköltözünk valahova máshova. Ha, most aztán tönkre tesszük azt jó, is. Bizony a szép kilátások. Hál' Isten nem tudunk túl messzire jutni az univerzumban egyelőre. Úgyhogy csak a közvetlen környezetünket tudjuk még inkább tönkre tenni, ami nem is feltétlen bal. Balázs, nagyon köszi, segítettél megérteni ezt az egészet. Tehát, hogy azért akkor nem egy most megtörténő dolog. Ez egy folyamatosan történő dolog, tehát áll nincs akkora baj, mint amennyire itt. Ezzel is ijeszgetek bennünket. Akkor másért szorongunk most. Igen, most akkor marad. De ezt jövő héten visszahozzuk ezt. Balázs, nagyon köszi, jó munkát neked. Nagyon köszi. Hello! Köszönjük szépen Zábori Balázs csillagásznak, fizikusunknak. Köszönjük szépen. Jó van, akkor még nem kell annyira megijedni. Nem. Ezek most még minket nem fognak. És még a gyerekeket se. Egyébként, ha valami baromi érdekeset akartok olvasni. Á, igen? Tudod, hogy mi nem olvasunk. Na, nem is nektek mondtam, hanem hallgatóknak. Kösz. Meg volt már szigorúan bizalmas. Ákos elküldte, én ezt elolvastam, ez nagyon érdekes. A Wikipédián van egy szócikk, ami arról szól, hogy a távoli jövő idővonala. Igen? Ami arról szól, hogy csillagászati értelemben, meg elolvastam már nagyon régen, ez egy kedvenc olvasányom, a gyereknek olvasom mindig, leírja, hogy mi történik a Földdel, de nem velünk emberekkel, hanem 1000 év, 5000 év, 1 millió év, 10 millió év, 1 milliárd év, 5 milliárd, 100 milliárd, levezeti, hogy mi történik csillagászati szempontból magával a Földdel. Az, hogy te már nem vagy sehol, az egy dolog, ez már nem is kérdés, hogy nem leszünk sehol, hanem hogy csillagászatilag mikor csapódik be a Hold a Földbe, mi történik majd a nappal, amikor fölrobban, mi történik a galaxisunkkal, mi történik, felolvasod, felfoghatatlanul durva, hogy rájössz, hogy milyen kicsi apró porszem vagy. Van egy szócik. És akkor ott megvan határozva, hogy mi melyik időt akarod megnézni, de érdemes nulláról végigolvasni. Tehát azt mondja, neked az első, az 10 000 év múlva mi lesz.
beláthatatlan távolságokról beszélsz, ugye? Igen, de nem a civilizáció szempontjából, hanem csillagászati szempontból, viszont megmondható, ahogy már milliárdokra visszavenőleg levezették, hogy felrobban a nap, mi történik, mikor válik szupernovává, mikor, hova ütközik bele, felfoghatatlan. Olvasd el a távoli jövő idővonal, ez egy Wikipédián egy hosszú cikk. Nagyon durva. Hogy szeretnél merengeni, hogy mi lesz az elkövetkezendő 10-20 évben, akkor olvasd, mi lesz a következő 2-3 milliárd évben a Földről. És közben gondolkozhatsz az, hogy te hol leszel, vagy egyáltalán, vagy mi értelme a te életednek, vagy mi történik, miközben azt olvasod, hogy 450 millió év múlva mi történik. Kíváncsiak vagytok, hogy mi történik 450 millió év múlva? Ne. Nézzük meg, 450 millió év. Valamiben szerintem beleléptem. Igen, rohagyjálta meg. Próbálok itt neked valami izgalmasat, valami érdekeset, valami jót mondani. Nem vagy kíváncsi arra, hogy 450 év múlva mi történik? Nem, mert az érdekel, hogy hova teszed át a stábvacsit a jövéken. Veszprémben az kicsit közelebb van. Nem szeretsz ilyeneken merengeni néha egy nem, kicsit? Nem, mert tök nyomasztó. Hogy például 450 millió év múlva a Budapest-Vác vonal az hamarabb érben? Ugyanúgy ott fognak állni a peronon és nézik az óráikat. Hát most már azért is beleolvasok neked. Jó. És akkor így... Nem, tudod, mit nem olvasok bele. Nem találod? Úgy se értenétek, hogy hülye. Megtaláltam. Úgy se értenétek senki. Most figyelj, Feri. Akkor már fehér törpe, vagy te. Vörös óriás lesz. Ne törpézzé, öreg. Vagy... Ja, de... Föld. A hold. Ezt eddig is tudtuk, oké? Okay? Ezért kárhoz megírni a Wikipédiát. Mondjál napot még is, ilyet, föld, a hold, a nap, a csillagok. Még ilyet. Mars, Saturn. Galaxis. Úristen, mi volt a galaxis? Lokális csillagköd. Öcsém. Naprendszer. Helioszféra. Az bolygóközi jó. Anyag. Napszél. Ha? Külső naprendszer. Hát most azért beszartál, hallott, nem? Hallott, napszéltől főleg. Nyolc óra után vagyunk, pontosan 40 perccel. Hát igen, mi mész is egy kört. Mi ez? Csendes IC. Persze, hagyjál már. Prémium fülke. Tudjon már. Miért? Prémium fülke. Alvós, olyan, mint menő. A repülőgép. Alvós székkel van, első osztályú alvós szék. Rollerral be lehet ülni? Nem. Várjátok, mondjuk egy, miről van szó. Ja, tényleg. Prémium fülkés IC-ről. Azt írja valaki, Bali, vedd már észre, hogy Janinak és Férnek már tegnap elkezdődött a hétvége. Egyedül csak te akarsz műsort. Nem igaz, ez nem igaz. Ez mi már másfélét próbálunk. Niki, nagyon élesen, pontosan jól látod a helyzetet. Küzdök, mint malac a jégen, de olyan vagyok, mint egy osztályfőnök. Az a baj, hogy mert tudás alapúra akarok tenni a mai műsort. Ez igaz. Zolika meg Lacika ül veled szembe. Ne felejtsd el, apa! Viber ez, vagy mi ez? Nem tudod bannolni. Na, kíváncsiak vagytok egy-két érdekes információra? A távoli jövő idővonaláról? Elaltassuk végleg a hallgatókat, egy ilyen csendes meditálásba belementek velem, hogy mi történik? Alvó IC ez, ami ott a képen van? Igen, úgy van, szép vonat, majd mész vele. Mondjatok egy évszámot. 1909. Nem, ja. Bocsánat, én mondtam rosszul. Mondjatok egy évet, mennyire menjünk előre az időben? 4 millió év. A Föld, a naprendszer és a világegyetem jövője. 116. Asztronómiai és asztrofizikai szempontból, geológiai és planetáris tudományok szempontból, biológia, részecskefizika, matematika szempontjából. Ezt hétvégére? Mennyire nem. Menjünk előre? Én anomáliákat, amáliákat akarok. Hangsúlyozom, ez a távoli 4 jövő. Millió év. Figyelj, menjünk bele, akkor hamarabb szabadulunk, jó? Gyere velem. 4 millió évet szeretném. Szeretném rávilágítani fénylő, soha el nem múló tudatotokat. Vára is jó ez a flektor tapaszt. Jó. Kenegesd vele. Hogy valójában mennyire jelentéktelenek vagytok. Hát és arra, hogy az emberi élet által leélt... Ez nem a Wikipédia, ezt úgy. Elég, ha csak az SMS falra néz. Az emberi által leélt 70-80 év, amiközben nagy hűhót csapunk, jövünk, megyünk, veszekszünk, megsértődünk, rombolunk, falunk, és kielégítjük az egónkat világegyetemi szempontból, asztronómiai és asztrofizikai szempontból, a naprendszer világegyetemi jövőjét életen mennyire jelentéktelen. Ez a 70 év, amit itt töltünk haragban, harcban, háborúban. Egyébként semmit nem számít. Mennyivel értelmesebben kellene eltölteni ezt a látod, pont, hogy erről van szó, hogy te előre nézel arra, amikor már nem leszel, mi meg mit nézünk, milyen sütit tud ma venni, én kivel tudok inni ma este, hát nem nekünk a jobb. Nincs ezzel gond.
nem tudom előhívogatni a filozófikus éneteket. Nincs. Egy kicsit a kis mert elmerengő nincs. Jövőbe néző éneteket. Milyen érdekes a Föld és a világrendszer és a naprendszer világegyetem távoli jövőjébe beleolvasni. Ő szokott merengeni, hogy nem hogy ma, hanem hogy holnap milyen sütit eszik. Bizony, bizony. Én pedig kivel iszom, nem ma, hanem holnap. Az a távoli jövő, meg kell éljük. Kizökkenthetetlen. Erre most ő rácsavarodott, ő tudományos főmunkatárs lesz ma. Halljuk, Balázs, mi lesz 4 millió év múlva? Kedves hallgatók, mi a Janival mindent megpróbáltunk, bocs. 50 000 év múlva. A Földön újra jégkorszak köszönt be, feltéve, hogy a globális felmelegedés hatása korlátozott maradt. A Niagara vízesés erodálja a vízesést, az érítótól elválasztó maradék 30 kilométert, és megszűnik létezni. Kanada legtöbb gletscher tava feltöltődik. Ugorjunk egyet az időben, és nézzük meg, mi lesz 100 000 év múlva. Jó, de jó, ha nézzük. Az emberiség jelen pillanatban beszüntetni a széndioxid kibocsátást... A 100 000-et mondta? Ja, 100 000, most mondod. Most, annak 10%-a még mindig a légkörben lenne, ez lenne 100 000 év. Azt, az 10%, Jani, még mindig, 100 000 év múlva. Mi van 150 000 év, mert fogadjunk, hogy... Lépjünk egy kicsit nagyobbat egy az időben. Millió. 1 millió év múlva. Valószínűsíthető, hogy egy szupervulkán kitörés a Földön, amely során 3200 köbméter anyag is a levegőbe jut, megtörténik. Ehhez hasonló 75 000 évvel ezelőtt történt. Hú. Beszarás, nem? A őrület. 2 millió év múlva kíváncsiak vagytok? De ott tényleg beszúrják a vállába. De. Hogy, millió év múlva, figyeljetek. Fáj? Hát persze. Ennyi idő alatt meghúztam. Nem, a jobb kezem túlterhelem. Ennyi idő alatt regenerálódnak teljesen a korálzátonyok. Aha. Figyelemre arra, hogy 65 millió évvel ezelőtt is hasonló tempóban történt. Ha most abba hagyjuk az emberi tevékenységet, 2 millió év. Na de várjál, 65 000 évvel ezelőtt már a korálzátonyok kihaltak, most meg visszajöttek. Akkor mit rettegsz? Ne fűzd rá, légy szín, mert tovább tart. 10 millió év. Körülbelül ennyi idő szükséges ahhoz, hogy az élővilág teljesen kiheverje a holocén idején valószínűsített tömeges kihalást. Vannak egyébként olyanok, hogy szeretett otthonokba felolvasni, és... Ennyi idő elteltével... Mindegy, hogy mit olvas. Figyeljetek, ennyi idő elteltével a ma élő fajok túlnyomó többsége egyébként is el kell, hogy tűnjön, hogy újnak adja át a helyét. Ez 10 millió év múlva történik. Képzeld el, ma este egy tök jó izé lesz nálunk, hogy a pázmándi szőlőhegy összecsap morral. Két nagyszerű. De a valójában hát nem valaki ellopta valakinek a prését. Nem csak ivás. 180 millió év. Jaj, nagyon érdekes. A földforgásának lassulása miatt ekkora egy nap már 25 óra lesz. Megzabál. 25 óra lesz. Az egészen. Tessé? Mi lesz 25 csak Balázs azt, nem mondja? 250 millió év múlva. Várható, hogy a Föld összes kontinense egyesül, és egy lehetséges szuperkontinens jön létre. 350 millió év múlva bezárul a Csendes óceán. 500 millió év múlva. De nem hamisítottak Varga? A hold túl messze kerül ahhoz a Földtől, hogy teljes napfogyatkozás kerülhessen be. Megint sunásképet nézz. Ja. Uh-huh. 1 milliárd év múlva. A napfényessége 10%-kal emelkedik, emiatt a Földön az átlag hőmérséklet 47 fok lesz. Az egész az lesz. Zsül, nincs reklám! Lehúzlak veleteket. A bolygó olyanná válik, mint egy párás üvegház. Az óceánok elpárolognak és a légkörbe kerülnek. Esetleg kisebb vízfelületek megmaradnak, mint az élet utolsó bástyái. Nem iszunk egy kávét? Ha a növény élet eddig valahogy kihúzta, magasabb hőmérséklet miatt végleg eltűnik. Még akár azt is. Felfoghatatlan gyerekek. Az hogy milyen jelentéktelenek vagyunk. 3 milliárd év múlva? Igen. Te hány bekezdés van egy tudod meddig, Wikipédiában? Tudod, meddig vezeti le? Nem is na akarom eddig. Tudni. Na nem tudom kiolvasni. De már nekem a 3 milliárd is megfoghatatlan. 450 milliárd, 1000 milliárd, és utána figyeld, ez az utolsó évszám, amit még be tud írni. Na nézzük, nézzük, nagyon jó. Az utolsót, felolvassa az utolsót. Ennek a sászlónak ki ezt írta, volt csaja? Nem. 10 a 10-en egész 1,1. Aha. Ez egyet jelent a világegyetem összes anyaga a tér és az idő végével. Az időnek nem lehet vége. Tessék? Az időnek nem lehet vége. Hát, ebben nem vagyok biztos. Érted? Na.
Nem? Na mindegy, gyerekek, hagy, jól van, nem, jöjjön a realitás. Jöjjön a realitás, bemutatkozik az új IC osztály, prémium osztálya. Ez érint engem is. Nézzük meg, hogy 100 000 év múlva még mindig a sínre szarunk-e. János, átadom neked a terepet. Bemutatták az IC prémium osztályát, vezérigazgató Mávta, JRC, Terék, gyártó József. Így, nem, ő az egyik beszállító. Rajta gördülnek tovább az ő termékeiken ezek a vonatok, hiszen ő a kerékgyártó. Új, de menő. Egyébként jól néz ki. Nagyon mutatós. Aha. Öcsém, elektronikus bőrülés. Ha van, ha ilyen még a mergába sincsen. Muszáj mindenképpen debilnek lennetek. Várjál, nem lehet ezt úgy megbeszélni, hogy értelmesen elmondjátok, hogy neked, hogy mi fog történni. Fölhajtható asztalka. Ha nem erre arra, ugye már, de én ültem le ide előbb. Hát jó, csak az van, hogy Budapest közigazgatási határán belül a BKK bérletekkel le lehet ide ülni, egyébként utána a pótjegyel. Ennekem magyarázza, öreg. A Ferihegyig megyek, de az Ferihegyig mehetsz is vele, öcsém, csak nekem tovább szól, hogy én Kecskemétre megyek, és oda pedig már oda már helyjegyet kell vásárolni, a húzó innen. Nem, ezt nem hiszem. Elnézést, legyen kedves. Hát kb. Ilyenek lesznek. Gyerekek, ez nagyjából úgy néz ki egyébként, mint egy business class repülő. Ez egészen felfoghatatlan. Ez a vonatok business class-a. Ezt nagyon jól érted. Annyiba is fog kerülni így, a jegy. Így van. Remélem, már vannak belőle donorkocsik is. De menő. És középen van egy elektromos kis ilyen vezérlőpanel, nagyon amivel jó. Tudod a lábnak a dőlésszögét állítani, azon tudod a fényerőt, az olvasólámpa fényerejét állítani. Nagyon menő. És nagyon. Ez úgy néz majd hosszú. Ki, hogy van egy vonat, amin van 6 normál kocsi, és akkor van 2, ahova te prémium jegyet veszel, igen, és mint egy első osztály, csak tényleg első osztályon utazol. Igen. Mert ez valójában tényleg gyönyörű, nem tudom, mikor állítják ezeket itt csatasorba. Nagyon, nagyon szép. Nagyon jól néz ki. Kár, hogy egyébként a MÁV applikáció ennél is pont ugyanazt fogja kírni, hogy a késés másik vonat miatt. Az oké, hogy késik, de legalább kényelmes. Büfékocsi is volt benne. Az most is van, nem? Na, de ez azért van, profi volt, meleg szendvicsen kapucsinóval. Meggyőztél, hogy menjek az, ezt. És működő WC is volt rajta. Igen. Na? És ez már tartályos WC vajon? Na várjál, itt van leírva. Aha, 15 ülőhely, USB töltő, 6 személyes csendes fülke, amiből 2 található a kocsiban. Ezekben a fülkében telefonálás vagy más hangos tevékenység nem megengedett. Ez milyen menő? A csendes fülkék mellett 2 emelt komfortfokozatú prémium fülke is található, fülkén csak 4 üléssel, bőrborításúak, és Romosan! Mert szintetikus bőr miért nem lenne jobb? Ez kicsit előrébb mutatom, mint elektromosan a bőr, állíthatók. Fülkében hangulatvilágítás, hőmérsékletvezérlés, az asztalba integrált érintőképernyő. Gyerekek, hát téridő kontinumba ugrott a MÁV. Ez nagyon durva. A kocsiban kialakított még egy kisebb bisztró szakasz, a kocsi egyik végén az utasellátott fórum italokkal. Wow, új korszakot jelent a magyar vasúti közlekedés színvonalában. A fecskékhez képest ez egy fehér-fehér rétisas. A következő 3 szombat mutatják be Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán és Miskolcon. Október 11-én először a Dália és a Vércseköri IC járaton közlekedik az új IC kocsi. Nagyon jó. Wow! Én valamelyiket kipróbálom. Hát nyilván olcsó. És most még külön felár nélkül használhatod 11-e és 25-e között a prémium fülkét. Október 25-től Záhony-Nyíregyháza, Budapest, Sátoralja, új Miskolc, Budapesti céljáratokon már tudsz menni. Ez azért jó egyébként, hogy ezek csendes fülkék, és itt például nem olvashat senki fel a Wikipédiából szócikkeket arról, hogy 3 millió év múlva lesz az emberiség. Na de oké, de akkor ezek az IC vonatok, ezek nem is késnek, de ezeket nem érinti, de amikor lekötnek a vonatról, nyílt pályán ott hagynak. Erre próbáltam meg utalni az előbb, hogy ugyanúgy hogy fognak késni egy. Na jó, de azért ebben az ülésben csak kényelmesebben üsz plusz 3 órát, nem? De már ez IC, az nem egy ilyen biztosított szabad vágányon megy mindig úgy, hogy leszakadt a felső vezeték, ha rádölt a fal sínre, az IC se tud mit ugyanazon csinálni. A sínen megy. Én azt hittem, az egy ilyen biztosított a pálya, mint mit tudom én tényleg, tehát, hogy az egy ilyen, tehát van nagyjából a menetidőt jobban tartják, mert hogy prioritása van a többi szerelvénnyel. Van, hogy előre engedik a távolság például, miatt. Igen, az IC-t, de sajnos a késések ezek ugyanúgy fogják őket is érinteni, tehát hogy itt nincs mese. És hogy lehetne azt megoldani, ezeket így ne grafitizzék össze, meg ne vágják föl bicskával a bőrülést, meg sehogy, tehát hogy valahogy nem. Egy ilyen közös érdek, hogy ezekre vigyázzunk, mert ha nyilván megveszed a jegyet, az drágább, tehát ide nem tud bárki felszállni, azért az egy jó dolog, hogy az nem. Mindenképpen megszűri a közönséget, nem?
de hogy azért ezeket nagyon jó lenne így megtartani, mert tényleg gyönyörűek. Hát egy fapados, mert hogy ezek is tök jó minőségű kocsik, de hogy mondjuk egy első osztályon is, hogyha nem odaszól, hogy nem ülhetsz le. Tehát hogyha például ugye, mondom, én ugye városon belül közlekedem, és akkor ahogy mondtam az előbb is, ezzel a BKK bérlettel, közigazgatási határon belül én mondjuk Ferihegyig elutazhatok, de hogyha jön valaki, akinek odaszól a helyjegye, akkor amiért nekem fel kell állnom a másodosztályon. De te prémiumba így se fogsz beülni, nem lehet. Ez teljesen zár, ez külön, ez csak jegyel. Ez nem úgy van, hogy olyan csinálsz, elmegy majd a izéig, Ferihegyig. Csak mondom, kis csávó, hogy ha lenne még kitelepülésünk, már pedig lesz, és hogyha jövő héten esetleg valamelyik be tudom iktatni, ezt én ki is próbálom. Annyugodtan, mert 11-én indítják őket októberben. Nem tudjuk tolni a kitelepülést? Nem olyan a dolog, mintha most egy ilyen párhuzamos valóság lenne a MÁV-nál. Tehát egy ilyen egymás mellett futó multiverzum. Van az egyik, ahol azt olvasod, hogy nyílt pályán sétált el a műszakja miatt a lejáró, masinista. Lekapcsolta a vezet. Elszakadt a szerelvény, hát ott hagyták az állomáson. Hány ilyen hírünk volt? Nyílt pályán unta meg a mozdonyvezető, hogy nem jön a váltás. Ott hagyta a szerelvény. Tolták a vasúti szerelvényt az utasok. Elszakadt a szerelvény. Emlékeztek ezekre a hírekre? Másrésztről pedig itt vannak az új IC kocsik, ami nem 21. század, ezek gyönyörűek. Egy modern, szép, ahogy szépen, egyébként utaznod kellene van. Már egy európai városban, egy európai, csak közösségben, mert ennek is megvan azért a kultúrája. Fizetsz ezért nem keveset, hogy legyen valamiféle szolgáltatás. Ugye ez nem egy szeretett, nem egy alapítvány, tehát ezért komoly pénzeket hagysz ott, hogy utána órákat késsél. Hát ezért te mégiscsak egy szolgáltatás veszel igénybe, ami borzasztó. De bocsánat, te amit megveszel pénzért, ott nem a késés nem létét veszed meg, tehát nem a pontosságot veszed meg, ott a bőrülést veszed meg. Én ott megveszem a pontosságot is. Hogy a késés nem veszed meg. Te, mint utazás szervező, ahogy egy menetrend van egy repülőnél, egy busznál, te azt vállalnod kell, hogy te engem oda leszállítasz. Létrejön egy szerződés kettőnk között. Az, hogy utána az emberek 80%-a nem perel, nem kér vissza jegyet, nem írja meg, nem tesz panaszt, nem nyújt be 600 000 okmány naponta, az nem jelenti azt, hogy a MÁV ezzel téged nem szexszerződés. A jegy megvásárlásával neked ott a menetidőd, az be kéne, hogy tartsák. Ha elolvasod a szerződés, benne van, hogy 3 óra késésig semmi gáz. Megnyugodtan. Nem lehet ilyen szerződés között. Igen. Nem, hát ugye a menetrend tájékoztató pénzt... jellegű. Mindig ott van ez a Jolly Joker ennyi, a baklibe. Tájékoztató jellegű, menetrend tájékoztató jellegű. De itt a több pénzt te nem azért fizeted, hogy ez pontosabb lesz, meg hanem gyorsabb. Hanem csak és kizárólag ez arról szól, hogy elektromosan állítható lábtámaszon akarsz ülni, bőrülésen és külön világítással. Ezért ez a, fogsz sokat tényleg hasonlóképpen mondom, csak ez a Teslák a dűlő úton. De nincs még egy olyan, hogy lehajtod a kis asztalt, és akkor mint egy ilyen emléktábla. Önnek megígérjük, hogy az Intercity szuperkocsit nem kapcsoljuk le. Önnek nem kell kiszállni tolni, amennyiben a szerelvény túl. Maradjon a helyén, ha lecsatolták nyílt vágányon, és elment a vasúti, majd tolják azok, akik másodosztályon utaznak. Élvezze a kilátást, pihenjen interneten, írja meg wifi-n a feleségének, hogy megint késik. Sok önnek szerencsét. Nem kell izomból tartania magát a WC ülőke fölött, hogy nehogy elkapjon valami halálos kort, ami a sejhaján keresztül fog majd beköltözni a testébe. Engedje el úgy székletét, hogy gondoljon a másodosztályra, akik még mindig a sínre szarnak. Ön már egy gyönyörű 50 000 literes műanyag, tároló edénybe gittel. Köszönöm. Nem, azzal szokja gondolni, hogy akkora sebességgel haladunk, hogy az ön által eltávolított exkrementum a másodosztály alatt fogja elérni a sineket. De az is lehet egyébként, hogy a MÁV egy ilyen téridőugrást hajt végre, és hiába késik a vonat eleje, ahol a másodosztály van, vagy ha vonat vége a másodosztály, tudod, az eleje az megnyúlik, mint amikor bemész egy ilyen alagútba, hogy Han Solo bement a Csillagok háborújába, megnyúlik minden, és a vége még valahol dorogon van, de az Intercity eleje, ezek az a szuperkocsik már landolnak a nyugatinál időben. Hol a vége? Egy óra múlva megjön. Bármennyit is késik a vonat, ha ezek elől vannak berakva a szerelvénybe, ezek a kocsik, ezek mindig előbb érnek oda, mint a fapados. A végén. Igen. Higgye el, ezekhez a kocsikhoz tartozik plusz vonatvezető, ha lejár a műszak. Ne nyugodjon meg! Valaki önök közül előre fog sétálni, minimum az Intercity kocsikat tovább viszi, hogy önök kényelmesen megérkezzenek. Párhuzamos univerzumot állított fel a MÁV.
De egyébként ez tök jó. Ó, tök tehát, jó, hogy van ilyen törekvés. A váltó elfagyással, a rossz sinnel, azzal nem fog tudni. Ezen is rajta vannak kezdeni. Azért, lásd például nyugati pályaudal felújítása, tehát hogy ők igyekeznek csak hát mert akkora az elmaradás sok tekintetben, hogy hát ez nagyon nehéz. Hát meg a szervezet, a cég, az infrastruktúra, hogy azt mire följavítod, érted a sineket, több ezer kilométernyi, tehát hogy a francba. Óriási meló, nagyon nagy pénz. Tehát nem véletlen, hogy ez nem megy. Bizony, és ilyen évtizedes elmaradások vannak, hát azért nem egyszerű. És milyen szomorú lesz az majd, hogy nyílt pályán ez az Intercity, a másodosztály már rég föladta, sétál, így elsétálnak a kocsid előtt, fölnéznek, te még ott nyomkodod az internetet, hát mozgatod az ülést, élvezed a bőrt, vársz 10 percet, ugyanúgy leszállsz. Nem vagy több. Nem utazhatsz nagyobb luxusba, ugyanúgy lesétálsz, és hát elbaktatsz Baktalórán háza felé, hogy fogjál egy volánbuszt, amivel el tudnak majd vinni téged. De a kocsik gyönyörűek, gyerekek. Azok nagyon gyönyörűek, bárcsak minden már így harmonizálódna azért a vasúti közlekedésbe, de ez egy gyönyörű dolog, hogy legalább ez lesz. Ennek azért örüljünk. Ez tényleg európai utazás. Ha egyébként tényleg nem lesz nagy különbség erről leszállni, vagy egy fecskéről Kőbánya Kispesten De azért legalább azt boldogan töltötted, amíg utaztál. Mindenképpen csinálj fotót, ha egyszer elkapod, hát te vagy hármunk közül a nagy vonatos. Tehát ezt ja, azért fotózd végig. Benne, és inkább itt nézelődök befelé, mint Rákos rendezőn kifelé. Ha értitek, mire szóz. A magyar Carpe Diem éj a MÁV-nak. De szép megfejtés. Na, köszönjük az SMS-eket. Jövő mindjárt, 2 perc pontosan 9 óra.